Hozzantartott felügyelet nélkül? Nem. Jó, hát kérem, távirányított, kihoztam. Sajnálni tőle. Fordítok. Istikém, nyomd meg annak a stoppernek a tetejét egyszer. Nekik én vigyázzon a kicsi kutyát. Ugye vonat előtt kell neked másszállni. Tolatni nem szeretném. Lehet a buli? Ugye ennek még ebbe kell, hogy legyen víznek. De azt mindig ilyenkor tudom meg utólag, hogy maradt-e benne elegendő, mert a kazán szárazon járatni az nem egy ildomos. Várjatok, kinyitom! Itt ilyenkor minden meleg. Jó, nyomás már nincs benne. Na, első rendű szempont, hogy megnézzük, hogy szárazra fűtöttük a kazánt, vagy hagytunk benne. Azért ez egy lényeges kérdés mindig. De ebben szerencsére van víz bőven. Tehát ebben még bőven tudtunk volna vonatozni. Hát nem olyan bőven. 20 köbcentinyi víz van benne. Hát még egy 10 perc még volt benne a mozdonyban. Majd befűtjük még egyszer, ezért nem vesszük ki a vizet belőle.
Na most a másik sarkalatos pontja a masinának, hogy kente az olaj a hengereket. Ugyebár ez egy ilyen kiszorításos elven működő kütyű, hogy a vízgőz lecsapódik, víz főtolja az olajat, és úgy keli a hengert. Ami annyit tesz, hogy ebbe a tartályba alul víznek kell lenni. De én ezt már látom most, hogy van benne. Tehát ott, ami világos, az víz. Tehát ennyi olaj bekerült a hengerekbe, tehát bizton kente a hengert. Lényeges. Kegyetlenül lényeges. Mert ha nem kerül be olaj, akkor szárazon megy a henger, kvázi besül. Ugye itt ez nem egy takarékos jószág, ez a modellezésben. Elég nagy az olajfogyasztás is, meg a mindenféle dolog. De hát ez itt nem számít. Miután azt beszéltük, hogy megyünk még, ezért újra töltjük. És ebben még lehet, hogy kell egy kicsit. Mondom, jól látom. Oké, mert teszünk be. Ákos, állj meg! Okay.